Gyula városába is beköszöntött a havas tél. Most egy kicsit körbenézek itt a vár környékén is, mert úgy hallottam, hogy még a csónakázó tó is hosszú idő után szinte teljes mértékben befagyott, annyira, hogy már korcsolyázni is lehet benne. Valószínű igaz lehet, mert itt egy csomó gyereket láttam az elején, mikor fényképeztem, akiket tanárok, szülők kísértek, kisebbeket, nagyobbakat, valószínű ők is a tóhoz igyekeznek egy kis csúszkálásra, egy kis szánkózásra, ahogyan ezt illik gyermekkoromban visszaemlékezve. Egy kicsit itt körbenézünk a vár előtt, aztán majd vissza a tó elé. Hát most egy kicsit hátrafordultam, háttérben az Almási kastély, felújított Almási kastély látható, és most akkor megközelítjük majd lassan a tavat is, hogy igazak-e benne mondák, hogy be van fagyva teljesen a tó. Gyönyörű kis jégvári vitéz lovasszobra látható itt. Várnak a lejárata, és most akkor körbenézünk. Aha, látom már, látom már. Valóban igazak, nem csak minden mondta, hanem már rengeteg fiatal behavazott, illetve befagyott. Igen. Szeretem még a szállát. Minden csúszkálnak. Ide pásztálunk egy kicsit. Várhol is. Sára! Sára! Oda megyünk! Oda megyünk! Nagyon sokan itt vannak. És kimegyek ide a szélére is. Jaj, halljól tudom. Összesen tudom, hogy itt nem lehetett csúszkálni, mert nem volt alkalmas a jégvastagsága. Hát most már napok óta mínuszok vannak. A jöttem erre fele, mínusz 3, 5 fok körül. Volt az egyik utcai hőmérőn. És itt az emberek biztonságosan találták a szórakozást. Ez egy gyönyörű helyen. Az ifjúság számára. Csak ott hátul van befagyva. Ott már mielőtt körülnéztem, illetve nincs befagyva egy kis rész a kacsáknak. De erről egy külön kis összeállítást készítettem. Ez csak most a befagyott részről szól. Csiszkálnak a gyerekek. Minden olyan. Ugye kocsolyák. Nincsenek igazából az nem is kocsolyára való. Havas a felület, mert hát nem annyira egyenletes.
nadrágfékkel, és ezt kellnek a gyerekek. Egy-két szánkot is láttam az előtt. Tergetőznek, galondoznak. Az ifjak. Tényleg egyébként a próbára a fiatalságnak a kedvence. Én is szeretem a magam módján, 68 éves létem, de hát azért már inkább csak megörökítem. Én már nem megyek oda nadrágot fékezni. Élvezik a gyárkőcek nagyon. Búcsot veszünk. Mert kezd egy kicsit fázni a kezel. A minuszokat érzik. Hát fel van lobogózva télen nyáron. És a légváró vitézzel veszek búcsot. Most